Jó utat, ahol sár nincs. Elindult az ember tüstént a világba. Lassan menj, mert szentül hitte, úgyis sokat kell menni, mert a feleségénél nehezen találunk ába. Hát egy sötét erdőt keresztül. Meglátott messziről valami világot, arra tartott, megkopogtatott, és beköszönt. Adjon Isten, jó estét! Fogadj Isten, mi áradban van erre? Most értem a más világról. Hogy találkozott véletlenül a fia? Hát ahogy Isten, csonta meg rongya kereskedik. Igazán. Rongyos szegény, rossz a kabátja, üres a gyomra, sok az adóssága, ajjaj, rosszul áll a szénája. De jó ember, aztán visszamegy még a más világra. Ha visszaélj, hát oldafélpadatkor már ott is kell lennem, és jelentést kell tennem, hogy megy a világ sora itt a felvilágon. Hogy van-e még becsüle? Hogy gondolnak-e még az itt maradottak, az elköltözöttekre? Egy kis friss kenyere, szalonnát küldenék a fiamnak, mert vinni a kioskám. Elviszek én bármit. Gyűjtöttem el kis pénzt. Az uram nem tud róla. Mindj el a fiamnak, hát a haszonnal forgatja. És ebben megfordul a sorsa. Most jut eszembe, hát itt ez a bunta. Az uram tartja ki a hút vásárnyát. Én is tartom. Minden a fiamnak. Ne fáton, szegény. Kösse gyorsan batyúba mindent, mert sietős az utam. Hú, de szép füskenyőd, még meleg. Som, azt a jó nagy kóbászt onnan, vegye csak le. Úgy, ennek nagyon fog örülni a fia. Aztán biztos odaadja. Odaadom, mondom, pirkadatkor már ott leszek. És hogy ismeri meg a fiamat? Hát mondom, olyan rongyos, nincs több olyan a túlvilágon, mint a maga fiam. De majd most ezt a jó kóbasztól egy kicsit rendben jön, nyugodjon meg. Vigye, aranyos. Isten áldja, úgy is látja. A vénasszony batyuba kötötte a jóféle palacokat, odaadta az elszénypénzt, buntát, és tovább állt a gazdag. Hát alig ment el az ember, mindjárt hazaérkezett a kereskedő. Hát az asszony hangos károgása és kívánságot. Gyere, gyere! Mit kaptam a fiúkához? Mi van asszonytan, megbolondulta? Itt volt egy ember, és azt mesélte, hogy szegény fiúnak nagyon rosszul megy a sora. Rongya meg csonttal kereskedik. Éhezik, rongyos, fázik. Hát küldtem neki egy kis elemorzsiát, azt a kis pénzt, amiről te kérdezik. Meg ezt a bundát, amelyiket elcsattad azt a butasszal. Hát ezért gyűjtök én? Hát ezért keresek, hogy te elprédeld, kirívod az a boldogtalan, akinek te ezeket odaadtad. Hát így mondom, hogy egy ember a más világról azért jött, hogy megnézze, hogy van-e még itt becsüle. Gondolunk ki az elment eltávozottakra. Csak butaság ne volna a világon, hogy tudtál ilyen tekkelidet lenni. Kereskedő fogott egy botot, és elindult, hogy az ember nyomára lejjen. Hát nem sokáig kellett váratni, hanem a gazdja messziről észrevette, hogy a kereskedő hol utána. Hát volt itt egy nagy fa, ott a magát neki támaszkodott, és mindenki tőlem. Nagyon Isten! Nem látok erre ennyi embert, vagy valahová?
De viszont láttam, de ne menjen utána, mert az olyan erős ember. Magát a bajuszára tűzi, ha az útjába kerül. Maga is félt tőle? Én ugyan nem, hanem olyan fából faragtak engem. Rohan, nem tőle. Akkor itt van, adok magát. Aztán hozza nekem ide a fát. Most itt lesz, hogy már nem mehetek. Miért? Mert arra vagyok ítélve, hogyha ezt a fát itt nem támasztom, apám, anyám, testvéreim, mind meghalnak. Egyes se búsuljon. Majd addig én támasztom a fákkal, mert csak hozza ide azt a lókötőt, aki annyi mindent átolt a feleségem. Na, jó van. Akkor jöjj, támasztom. Jó. Nagyon tő. Nagyon. Elkezd is. Vegyem eljön valamit. Vigyázzon. Jó. Áll, ne mozduljon. Nagyon minden. Jó. Kinek üljön az a fa? Na, még olyan jöjj is. De hogy van itt? Jó, szeretném a fogját, és hegyenesen hazavenni. Hát, otthon a feleséget kérdése fogadta. Hát, te! Miért jöttél haza? Találtam még nagyon is butábbot. Az egyik, ide néz, ilyen friss kenyeret. Kolbászt. Sonkát küldte a fiának a más világra, hogy ne éhezzen szegény. Nézd, rá is mászik. Nem ismered az én kurvám? De hogy került hozzád? Kereskedő felesége. Ezt is el akarta küldeni a fiának a más világra, hogy ne fázzon szegény. Ezt nagyon rosszul tetted, nem kellett volna elhoznod. Már meg miről ismerem meg a kereskedőt a következő másodban? Csak mondod, hogy te asszony. Ott lenne a helyen a másik bolond mellett, aki fog dolgozni az állatot. Nem tudod mit? Még mindig mi jártunk jobban. Már ott, mind a kettő fél nótás. Várunk meg csak te. Gracias.